Péntek esti Isten tiszteletünket megkezdjük a hatos számú énekkel. Szent feletté méltó. Méltó az Úr, hogy térdet hajtsunk, és Kóródi testvére mondok egy kezdőimát. Hálásra felültenék egy Lomisterő Istenünk, hogy kegyelmedből itt lehetünk ezen szombatkezdése alkalommal ezen házat. Köszönjük te néked egész héten elvett áldásaidat, amelyen részesítettél bennünket. Köszönjük azt. Életet, az erőt, az egészséget. Mindenek felett meg szeretnénk köszönni azt, hogy napról napra meghosszabbítjuk egyenlőséget. Köszönjük, hogy te végtelenül tűrsz azért, hogy elkészítsél bennünket a te veled való találkozásra. Az a vágyunk, Úristenünk, hogy az előttünk álló óra is ilyen értelemben befolyásolná a mi szíveinket, a mi lelki világunkat, értelmünket, hogy készüljünk a teremben a találkozásra. Köszönjük azt, Jó Istenünk, hogy te nem csak így jelensz meg közöttünk ígérete szerint, hanem mindazoknak a szívében, akik vágynak vele megkezdeni ezt a szombatot és eltölteni, és valamilyen okok már fogva nem tudnak jelenni. Kérjünk szépen, Jó Istenünk, hogy teljesít ígéretet, hogy szombatnak jelentésük a maradjára is. Köszönjük, hogy megáldod az ige szólót, keresztül szólsz hozzánk, hogy a Győistenünk, hogy maradéktalanul nyissuk meg szíveinket a tetőlegyő mindenek befogadására. Köszönjük, hogy meghallgatod, imádságodat az Úr Jézus nevébe kérünk. Thank you.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a késő esti órában Isten házába, és szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül hallgatják Isten igéjét. Nyissuk meg Bibliánkat, és keressük ki Pál apostol Tessalonika beliekhez írott első levél, 5. rész, 16., 17. és 18. verseit. Így szól az ige. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Mit is olvastunk? Mindenben hálákat adjatok. Nem csak jó dolgokban, mindenben. Milyen tapasztalattal gazdagodtunk a héten? Szeretném, ha többen elmondanánk a tapasztalatainkat, mi az, amiért hálát tudunk mondani most Istennek. Van-e valaki, aki meg szeretné osztani a tapasztalatát, vagy háláját elmondani a jó Istennek? Márta néni? Szombatról szombatra, szombat kezdéskor mindig itt lehetek ebben a korban. Hát ne legyen benne a szám és a szívem örömmel és hálaadással az Úrnak, az ő végtelen szeretetére. Meg vagyok győződve róla, hogy nem csak amióta a szövetségre léptem vele, de hát az jelent is nagy szeretetével hordozott. És Jézus Krisztusban minden áldás megmondta. Ne legyen akkor a szívem vele köszönetre, dicsőítéssel és imádattal. Ilyen Istenem van, aki mennyei Atya, és soha meg nem szűnik az ő szeretete. Pont az a fejlődünk magad. Megsegít mindenben, és megvan a szívemben ott a végtelen, a végtesség, öröm, boldogság, mindig magam mellett van, magam mellett tudom, hogy kísér utaimon, hogy megállt minket is egészséggel is, és azon a lelki örömmel, hogy jöhetünk a testvéri közösségbe dicsőíteni. Legyen áldva és magasztal, amire teszedne. Sose szívem meg. Itt szeretném, hogy nem csak ezen a rövid földi életen dicsőítsen az Urat, és ő rendezzék őt benne, hanem egy örök tudalmat együtt a testére. Amen. Szeretném más is elmondani egy tapasztalatot, Gyöngyi. Csak azt kell mondani, hogy mióta megszülettem, mindig azt mondom, hogy soha sem tudom megköszönni a Jóistennek azt, hogy egy olyan családba születtem, akik már szomorúak ünnepelnek. És ezért külön hálás vagyok a Jóistennek, és hogy úgy neveltek fel, és ezt az Isten iránti szeretet, ezt a szívemben ültették. És most különösen hálás vagyok a Jóistennek, hogy két hét után nagyon hiányoztatok, és végre itt lehetünk a gyülekezetben, hogy megsegített. Nekem minden péntek este, talán a legszebb a szombat volt, mert úgy érzem, hogy még milyen hosszú 24 óra van, hogy a Jóistennel együtt vagyunk. És ezért olyan hálás vagyok neki mindig, hogy és nem értem meg a testvéreket, akik nem jönnek el péntek este, hogy hálát vagyok a Jóistennek. Mert ez talán a csúcspontja, és talán egy kritikát a testvérünk azt is mondta, hogy neki meggyőződése, hogy az Úr Jézus pénteken este. Ez hála vagyok. Köszönöm szépen, hogy azt arra volt. Van még esetleg a kódunk? Én szeretnék hálát mondani az Úrnak, hogy a hét folyamán
átalakultunk, és az utóbbi időben pedig nagyon sokszor tapasztaltuk az Úr vezetését életünkben, a hét folyamán is megoldott egy olyan problémát, hogy aminek a tanulmányaival elég nehéz összeegyeztetni azt, hogy más tevékenységeket is, hogy tudjuk lebonyolítani, és az Úr útjait nem ismerhetjük, és ő úgy intézte a dolgokat, hogy minden problémát megoldott, és egyik is dolgok átkerültek más időpontra, és minden úgy alakult, hogy ezek meg áll legyen. Szeretném mondani, hogy a Jóisten megtanított imádkozni. Megtanított arra, hogy mennyi is egy embernek az élete. Egyik pillanatban azt hiszed, jó vagy, a másik pillanatban már ott vagy, nem vagy, nem vagy sehol. És igaz, még mai napig se találják a problémámat, a torkomban már mindent végigjártam, de a Jóisten majd meggyógyít. De a betegség folytán az Úr azért adja a betegséget is, mert bizonyára erre van szüksége még az embernek. És hogy tanulja meg az ember a megalázást, a megalázkodást. És higgyétek el, amikor a legnagyobb krízisben voltam, akkor nem tudtam már köhögni se, még mosolyogni se. Annyira fájtak végig az izmaim, a hátam, a regeszízó meg minden, és csak négy kéz lábra ereszkedve, és letettem a fejemet a földre, a két kezem közé, és úgy valamit tudtam. A Jóisten elvisz odáig is, hogy alázd meg magad a Jóisten előtt. De ez áldom és magasztalom a Jóistent azért is, ad ezt a betegséget, mert végigfigyelem azt, hogy ki fog meggyógyítani. Tudjátok, mennyi analízis csináltam már, amennyit csak talán lehetett. És mindig úgy imádkozok, hogy Uram, te gyógyítsál meg engemet. És a végén a Jóisten majd meggyógyít. De csak azért, hogyha teljesen átadjuk magunkat a Jóistennek, és akkor Jóisten vezesse életünket. Legyen áldva magasztalva érte kegyelmed által. Amen. Esetleg lenne még valaki, hogy ne vegyem ezt senkitől a szót. Tímel? Hát igaz, nem a héten, hanem a múlt héten el kellett menni Budapestre, és én vezettem, és hát nekem az elég hosszú távjelben sokat igen vezettem, és nem is volt kinek átadni a kormányt, úgyhogy az én felelősségem volt, és ilyen terindultunk imádkoztunk. És ahogy átértünk a határon, úgy éreztem, hogy még egyszer jó lenne, még egyszer álljunk meg, és mindig imád. És meg is húztam, imádkoztunk egy rövidet, és úgy indultam el. És végig éreztem azt, hogy nem nyilvezettek, hanem jó Isten. És szerencsésen megérkeztünk, minden rendben volt. Úgy parkolóhelyet is találtunk, nem is kellett fizetni, tehát minden rendben volt a hazafelé úton, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy megvan. Hát itt most aktívak vagyunk, de nagyon jó dolog, ez valaminek a jele. Én csak röviden a hétre visszamenőleg két dolgot, egy, ami szerintem mindannyian hálásak elegünk ért, ez egy közös dolog. Kedden volt ismét, már nagyon régóta nem volt, már több mint egy év, amióta a Márcsel testvérünkkel, ugyebár a probléma történt a kedvenc lányával, Kimmeyával, és egy szakasz lezárult, hát addig összegyülekeztünk pár hetente a Viharmegyi lelkészek közös imádsága és tervezgetésre, az utóbb egy évben ez megszűnt, és most hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy Márcsel visszatért közénk, és beállt a szolgálatba, visszavállalta a kerületet, és már kedden megint együtt voltunk, és összeszedett bennünket, és már terveztük a közös programokat, ami a
Vihar megyei missziót illeti, amiben együtt fogunk összedolgozni. Úgyhogy ezért hálát kell adni a Jóistennek, hogy a sok megpróbáltatás és nehézség után a héten ismét aktívan munkába állt. Ez az egyik, a másik pedig hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy egy másik imámat meghallgatta. Bár tudjátok, ezzel az egész helyzettel, hogy felvonult a szalontai kerület úgy nézett, hogy két gyülekezetet fogok megkapni, a Vihari véglegesen, a Vihari további helyettesítettem, és plusz még a szalontai gyülekezetet, ami jelenleg szétmenőben van, és inkább misszió területi gyülekezet, akkor is egy plusz az eddigihez képest, és hát mindig imádkoztam, éreztem, hogy ez a kettő túl sok volna arra, hogy itt is helyt álljak, és a többi helyen is, és Jóistennek hiszem, hogy valamilyen formában, ha lehet, hogy egyet kaptak a kettőből, és ma délután kaptam a telefont, hogy most már végleges határozat született, hogy a Vihart nem kaptam meg, de Szalontán azt megkaptam. Úgyhogy egyel így többen vagyunk, de nekem ez egy válasz az a Jóisten részéről, hogy tehát túl terhelni sem akart, és hiszem azt, hogy ezt pedig válik, és még elbírjuk ezt a plusz terhet, ugye én, mint egy gyülekezet is, ami a szalontai kis csoportot és misszió munkát fog végre. Hálom Istenet, ezt köszönöm. Hálom Istenet. Elsősorban azért, hogy meglepetésemre ilyen nagy énekkarunk van most péntek este. Ezt nem is gondoltam volna, illetve reméltem, hogy majd a Jóisten indítja a szíveteket és eljöztök. Imádkoztam ezért, és hálás vagyok azért, hogy ilyen sokan elmondták a tapasztalataikat, és hogy tudjuk egymást bátorítani, és ezzel is erőt adunk egymásnak a Jóistenben. Amen. Nekem is több tapasztalatom van, és el is fogom mondani őket, de most hadd osszak meg egy olyat, ami már egy kicsit régebbi. Az egyik szombaton lelkipásztorunk felhívást intézett a gyülekezetnek, hogy Jézus példáját követve korán reggel imádkozzunk. Meg is született bennem az elhatározás a kora reggeli imára, és úgy imádkoztam a Jóistenhez, hogyha kinyitom a Bibliámat, akkor a legmegfelelőbb igét adja számomra, amire nekem most nagyon nagy szükségem van ebben az elhatározásban. És hát hol nyílt ki a Biblia? A 63. Zsoltárnál, amely így kezdődik. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajakim hadd dicsérjenek téged. Én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Éreztem, hogy a Jóisten ezt akkor azon a reggelen, az én elhatározásomban ezt nekem szánta. Az alapigénk második része így hangzik, hogy szüntelen imádkozzatok. Megszoktuk, hogy jobb esetben reggel, felkelés után, vagy esetleg a munkába menés előtt elmondunk egy imát. Néha még el is olvasuk a reggeli dicséretes könyvből azt a részt, ami aznapra szól, és ez körülbelül 5 percet vesz igénybe, esetleg 10-et, jobb esetben 10-et, de akár 5 perc is lehet. Isten 5 percig van velünk? Nem. Egész nap, minden percben, minden órában. És mi szánunk rá 5 percet. Mi kéne jellemezzen bennünket, az életünket, az imánkat? A Jézus jelenléte utáni vágy. Az első dolog a reggeli imánkban az kéne legyen, hogy felajánljuk magunkat Istennek. Összes terveimet a lábadhoz teszem. Használj fel ma is a szolgálatodra.
mi mit szoktunk csinálni. Egy hosszú kívánságlistával jövünk Isten elé, és csak soroljuk, hogy Uram, add meg nekem ezt is, azt is, amazt is, és sok mindent. Ez az önző ima, amikor csak én akarok kapni, de adni nem akarom magamat Istennek. Az ima az erőnk forrása. Ha elhanyagoljuk Isten keresését, a legsúlyosabb veszteségeket fogjuk elszenvedni. Az Úr nem lesz velünk, mert bezárjuk az ajtót előtte. De ha imádkozunk akkor is, amikor a kezünk foglalt, vagy munkával van tele, az Úr meghallja könyörgésünket. A napi imádság olyan fontos, mint a napi étkezés. Ha több időt szánnánk az imára, nagyobb hitünk lenne, több világossággal rendelkeznénk, és jobban megértenénk Isten akaratát életünkben és az utolsó időkben is. Vegyünk néhány példát a Bibliából. Nehémiás a perzsa király udvarban Júdából érkező hírvivőktől tudja meg, hogy Jeruzsálemre a próba napjai köszöntenek. A bánattól lesújtva nem tudott sem enni, sem inni. Sírtam és gyászoltam, bőjtöltem, mondta. Imádkoztam a menny Isten előtt. Sokszor tett bűnvallomást, sok könnyet hullatott, de imái nem voltak hiába valóak. Nehémiás hite megerősödött, és mikor kérését elmondta a királynak, az kedvezően fogadta. Mi mikor sírtunk, bőjtöltünk és imádkoztunk utoljára? Dávid 7 napig imádkozott és bőjtölt gyermeke életéért, aki az ő bűnéért szenvedett. Amikor megtudta, hogy gyermeke meghalt, csendben meghajolt Isten akarata előtt. Ez az eset nem pozitívan végződött, de Dávid mégis elfogadta Isten akaratát, és tudta, hogy miért történik ez vele. Ez a 7 napig való imádkozás csak közelebb vitte Istenhez, erősítette hitét. Senkinek az életében nem volt annyi munka, annyi felelősség, mint a Jézuséban. Mégis hányszor találjuk őt imában? Mennyivel nagyobb szükségünk van nekünk az imára, és mennyivel többet kéne térdeinkre boruljunk? A mások megsegítése mellett Jézus nem hanyagolt el az imát, hiszen ez adott újból erőt a szolgálatra és a próbákra. Jézus minden tekintetben példakép számunkra. Éberség, vigyázás és komoly imádkozás szükséges ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Márk evangéliuma 14. fejezet 38. verse így szól. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetben ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A Jézus élete 616. oldaláról olvasom Ellen White szavait. Mivel Péter elaludt annak ellenére, hogy Jézus megparancsolta neki, hogy vigyázzon és imádkozzon, nem kétséges, éppen ezzel készítette el az utat nagy bűne elkövetésére. A tanítványok ebben a kritikus órában bekövetkezett alvásukkal nagy veszteséget szenvedtek. Krisztus ismerte azt az égető megpróbáltatást, amelyen át kellett menniük. Tudta, hogy Sátán azon munkálkodik majd, hogy megbénítsa józan eszüket, hogy ne készülhessenek fel a megpróbáltatásra. Ezért figyelmeztette őket. Ha azokat az órákat a kertben vigyázással és imádkozással töltötték volna el, akkor Péter bizonyára nem hagyatkozott volna saját erejére. Nem tagadta volna meg az Urat. Ha a tanítványok együtt vigyáztak volna Krisztussal kínszenvedése közben, akkor felkészültek volna szenvedéseinek látványára, amelyeket a kereszten hordozott el. Múlt héten hallhattuk a nyugdíjas lelkipásztorok igeszolgálatait.
Ahogy elhangzott, hogy a misszióból nem lehet nyugdíjba menni, úgy az imából sem lehet nyugdíjba, sem szabadságra, de még szabad napra sem lehet elmenni. Mert minden nap, amely ima nélkül telt el, egy hiába való nap volt. Vannak olyan betegségek, amelyek csak imával gyógyíthatók? Igen. Mik a jellemünk betegségei? Kevésség, büszkeség, irigység, kapzsiság, féltékenység, és még sorolhatnám. És lelki vakságban szenvedünk. Isten egy karnyújtásnyira van, egy ima távolságra, hiszen csak hozzá kell szóljunk, ő ott van, de sokszor nem tudjuk, vagy nem akarjuk észrevenni őt. Másik tapasztalatom, hogy Istennél a ki nem mondott imák is meghallgatásra találhatnak. Isten látja a szándékot a szívemben, és ha gyenge is vagyok, de az elhatározás megszületett, egy jó ügy, egy közbenjárás, már erre az elhatározásra is választ adhat. Múlt héten egy olyan személy került fel az imalistámra, aki már nagyon régen nem volt az imaházban, pedig egy időben elég sokszor eljött. Felírtam a nevét, és elhatároztam, hogy nem hagyom ki az imáimból. A szándék megszületett. És Isten olyan csodálatosan dolgozott az ő szent lelke által, hogy szombaton eljött az imaházba. Csodálatos tapasztalat volt ez számomra. Hányan itt lennének közöttünk, ha valóban imádkoznánk értük, ha mernénk nagyot kérni Istentől, ha hittel kérnénk, ha csak annyi hitünk lenne, mint egy mustármag. 2 héttel ezelőtt néhányan Sonkolyosra mentünk szolgálni, énekelni. Meglepetten láttam, hogy az ottani orgonista vak. Mivel vak, megtehetné, hogy nem orgonázik. Sőt, azt is mondhatná, hogy nem tud elmenni az imaházba szombatonként, hiszen vak. Az jutott eszembe, hogy péntek esténként sokszor még orgonistánk sincs. Pedig senki nem vak a gyülekezetben, legalábbis fizikailag. Épek és egészségesek vagyunk, és mégis vannak kifogások. És akkor eszembe jutott én magam, hogy nem vagyok vak, kezem, lábam ép, és mégsem vagyok itt péntek este az imaházba. Imádkoznunk kell egymásért, gyülekezetünkért, mert nagyon komoly lelki vakságban szenvedünk. Olyan keveset imádkozunk, és nem merünk nagyot kérni Istentől, pedig Isten készséges arra, hogy meghallgassa gyermekei imáját, és mi vonakodunk az imádkozástól, pedig Isten kész többet adni, mint amit mi azt el tudnánk gondolni. Eljövünk szombatonként az imaházba, hogy feldobjanak minket. Kell egy jó ige hirdető, egy hatalmas énekkar ahhoz, hogy tudjuk dicsőíteni az Urat. Aztán hazamegyünk, és megnyugtatjuk a lelkünket, hogy megtettük a kötelességünket Isten felé, és a következő szombatig észre sem vesszük, hogy ott kopogtat Isten nap, mint nap, és vár ránk, hogy beszéljünk hozzá. Hát nem fájdalmas? Előfordul, hogy minden megoldást a lelkészünktől várunk. Ő prédikáljon, ő missziózzon, ő látogasson, ő imádkozzon. Minket kiszolgáljon, hogy jól érezzük magunkat. Ha elhanyagoljuk az imát, az ellenség bűnre csábít minket. Nem élünk azzal a kiváltsággal, amit Isten adott nekünk, hogy beszélgessünk vele. Zsidókhoz írott levél 11. fejezet 6. verse így szól. Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Álhatatosak kell lennünk a könyörgésben, ki kell tartanunk.
Pál apostol így biztat a Filippi beliekhez írott levél 4. rész 6. versében. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. A szüntelen ima nem más, mint a lélek közössége Istennel. Ne engedjük, hogy bármi is visszatartson minket az imádkozástól. Napi munkán közben gyakran emeljük fel szívünket Istenhez. Így járt Istennel Énok is. Ő naponkénti élete minden feladatában Istennel járt. Szíve együtt dobbant Isten akaratával. Úgy mondja Ellen White, hogy neki az ima a lélek lélegzése volt. Énok a menny légkörében élt. Aki így támaszkodik Istenre, azt soha nem győzheti le az ellenség. Ha most nem vértezzük fel magunkat Isten erejével, nem imádkozunk naponta, hogy mennyei erőt és bölcsességet nyerjünk, a nyomorúság, a megpróbáltatás idején túl gyengék leszünk, és nem leszünk készen Jézus második eljövetelére. Nem is olyan sokára imahetünk lesz. Már most készüljünk és imádkozzunk, hogy az ima hét alatt gyülekezetünk áldást nyerjen Istentől, és kitartsunk minden próbában. Ahogy egy ének szövege mondja, fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld, aki Krisztussal járt, s benne hitt, aranyból koronát, fehér égi ruhát, s hárfahúrjait pengetheti. Igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn. Jézusért én is elnyerhetem. Vígan léphetünk színarany utcákon át, halljuk angyalok dicséretét. Szemünk láthatja Krisztus szent ábrázatát, aki vért ontott bűneinkért. Életforrása kínálja élő vizét, tiszta hűs vizét bőségesen. Fényt az Úr maga áraszt, és hint szerte szét. Halál nem lesz ott éjszaka sem. Amen.
Isten tiszteletünket bezárjuk az 524-es számú énekkel. Vigyázzatok és imádkozzatok! Drága jó mennyatyánk, nem tudunk elég hálásak lenni neked, Urunk, hogy most itt lehetünk a te házadban, hogy veled kezdhettük a szombatot. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen szép számmal eljöttünk téged dicsőíteni. Köszönjük, Urunk, hogy
Te akkor is velünk vagy, amikor mi nem akarunk téged észrevenni. Köszönjük, Urunk, hogy te minden utainkban kísérsz bennünket és vigyázol ránk. Köszönjük, hogy még járhatunk a te gyülekezetben, békességben, és téged szolgálhatunk. És segíts meg, Urunk, hogy minden nap úgy tudjunk imádkozni, hogy Uram, itt vagyunk előtted, te használj fel bennünket, és te küldjél el arra a helyre, ahova szánod, hogy mi szolgáljunk. Köszönjük, Urunk, hogy egymásért imádkozhatunk, azt is, hogy még gyenge imánkat is meghallgatod, és nem tudunk eléggé hálásak lenni az életünkért. Köszönjük, Urunk, hogy a holnapi nap, ha megegyezik szent akaratoddal, és felébresztesz bennünket, akkor el tudunk korán jönni a te imaházadba, téged dicsőíteni. Segíts meg azokat is, az idősebbeket, fiatalabbakat, akik most nem voltak itt, de vágynak hozzád jönni, és holnap velük együtt tudjunk téged szolgálni. Köszönjük, Urunk, szent szombatodat, áldva legyen dicsőítve mindenekért a te szent nagy neved, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ezzel az énekkel és imával Isten tiszteletünk véget ért, és kérjük a Jóistent arra, hogy virasszon fel bennünket erőben, egészségben, és az ima után találkozhassunk kegyelme által.